Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai témánk az élelmiszerbiztonság, a téli kiemelt ellenőrzések, illetve egy kicsit visszatekintünk, hogy az elmúlt esztendőben, ebben a kérdéskörben mi minden történt. Vendégem Szíbert Gergely, megyei főállatorvos. Tiszteltel köszöntöm. Én is tiszteltel köszöntöm is, és a nézőket no, is. Nézzük meg a tavalyi évet, hiszen egy kis visszatekintés nem árt abban az értelemben, hogy ugye furcsa évet éltünk Covid szempontjából, tehát a koronavírus járvány azért rányomta a bélyegét nagyon sok mindenre, viszont tehát nem voltak olyan kiemelt események, nagy fesztiválok, mint ahogy eddig, de ennek ellenére nyilvánvaló, hogy, hogy azért az élelmiszerbiztonsággal foglalkozók, szakemberek azért odafigyeltek, hogy mi minden történik. Így van, hát hatóságunk életében a COVID egy kicsit átszabta az ellenőrizendő területet, de szakembereinknek természetesen folyamatosan dolgozniuk kellett, folyamatosan ellenőrzésekre mentek. Ezt a munkát nem lehet otthonról online végezni. Ezért is volt nagyon fontos, hogy mind a munkatársaink megőrizzék egészségüket, illetve hogy az ellenőrzések folyamán odafigyeljenek saját maguk, és akár az ellenőrizendő egység megtett intézkedéseire is. Melyek voltak itt most a legfőbb kritériumai az ellenőrzéseknek? Menjünk vissza a nyára természetesen. Hát ugye a munkánk során három olyan kiemelt időszak van, az egyik a húsvéti, a másik a nyári, a harmadik pedig a karácsonyi ünnepekhez kötődő kiemelt célellenőrzések. A nyár, az, ha visszatekintünk, akkor már a, bizonyos korlátozó intézkedések feloldásra kerültek, már megrendezésre került egy-két fesztivál, természetesen azokon a fesztiválokon, ami dolgozóink, ami szakembereink is ellenőrként részt vettek. Megállapítható az, hogy a Covid ezekre is rányomta a bélyegét, egyfelől kevesebb volt a kitelepülő vendéglátó, aki települő árus, másfelől, mint pozitív dolog, hogy a higiéniára nagyon odafigyeltek az árusítók, így ezek a szabálytalanságok jóval kevesebb mértékben mutatkoztak az ellenőrzések során. Hát sajnos a, a, azért még mindig vannak olyan problémák, amelyek évről évre előkerülnek, ez főleg a nyomonkövethetőségnek a, a hiánya, illetve a nehezen bizonyíthatósága. Ugye a lényeg az, hogy egy-egy ilyen kitelepülő árusnak minden ott levő portékájáról valami fajta eredetigazolással kell rendelkeznie. Ha ő maga az előállító, akkor erről a folyamatról, ha pedig mint forgalmazó vesz részt, akkor pedig a számlával vagy szállítólevéllel bizonyítania kell az eredetét. Nyilván egy kicsit más volt ez az év, gondolok itt elsősorban arra, hogy mi is megtapasztaltuk, hogy augusztus 20-a tájékán, illetve az augusztus 20-ai nagy kitelepülések Fehérváron egy kicsit visszafogottabbak voltak, ugyanakkor azért természetes, hogy itt voltak a, a húskészítmények árusai, tehát a szendvicsek, a sok-sok minden, az italosok, ebből a szempontból mi volt a, a idei tapasztalat. Hát nagyjából 1400 olyan ellenőrzést végeztünk az egész év folyamán, és általában ezeken a kiemelt ellenőrzéseken olyan 100-110 ellenőrzést végzünk. Ilyenkor végezzük magát a higiéniai, személyi, illetve a technológiai higiéniai ellenőrzéseket, ha kell mintát is veszünk, és összességében elmondható, hogy az árusok megfelelően odafigyelnek, engedélyekkel rendelkeznek, ami apróbb hiányosság, hogy például a bent dolgozók közül volt, aki egészségügyi kiskönyvvel nem rendelkezett. Ez főleg annak köszönhető, hogy csak arra a napra, vagy arra az árusításra ugrott be a vállalkozásba segítőként, de természetesen ilyen esetben is megfelelő egészségügyi papírok kellenek a munkavégzéshez. Ilyenkor kell, hogy vizsgálják járványhelyzetben a maszkviselési kötelezettséget? Ezt nem a mi hatóságunk vizsgálja, ugye erre más hatóságnak van jogosítványa. Mi, mondom, ahogy elmondtam, közvetett módon a higiéniai előírások betartását vizsgáljuk az élelmiszer oldaláról, de hát természetesen ezek, ezek közösek. Ez azt jelenti, hogy megfelelő idő szakonként takarítják ki -e a pultokat, asztalokat, székeket, illetve hogy megfelelő minőségű fertőtlenítőszert használnak-e, amely a Covid vírusa ellen is hatásos. Az idei nyáron számos olyan problémát hallottam én fogyasztóktól, hogy az alkoholos italok árusítása, a különböző összetevők nem feleltek meg a számukra, tehát én ezt nyilván nem tudom megítélni tehát az arány, hogy itt a borokra gondolok elsősorban, ezt egyébként lehet vizsgálni? Természetesen hatóságunk hatáskörébe tartozik a bor és az alkoholos italok ellenőrzése, maguknak az előállító helyeknek az engedélyezése is. Összességében a Fejér megyei előállító helyek megfelelően működnek. Hát az, hogy valakinek az egyén ízlésének nem megfelelő az az alkoholos ital, az lehet egyszerű minőségi különbség is. Azt gondolom, hogy élelmiszerbiztonságilag nem voltak problémák, ez a téli, céli, téli ellenőrzések során a forralt boroknál is kiderült, hogy az alapanyagok nyomon követhetőek, megfelelő minőségűek voltak. Nagyon fontos a különböző szezonális zöldséggyümölcs, illetve az édesség. Az édességgel kezdjük, mert én azt gondolom, hogy a jószerivel azt mindenki szereti a finomságokat. E, igen, a téli kiemelt célellenőrzésnek egyik kiemelt területe volt a szaloncukrok nyomon követhetősége jelölése. Ebben összességében elmondható, hogy az összes ilyen ellenőrzésünk megfelelő végeredménnyel zárult, tehát a szaloncukrok ebben az elmúlt évben, vagy az elmúlt karácsonyi időszakban, amelyeket mi ellenőriztünk, azok megfelelő minőségűek, megfelelő jelöléssel ellátottak voltak. Tehát ez vonatkozik az előállítóra, a forgalmazóra, illetve a vendéglátóipari egységekre. Hol voltak problémák? Hiszen az előállítók ugye végig kell szántóföldről asztalik, ha úgy tetszik. Így van, ugye egy-egy ilyen ellenőrzés során vizsgáljuk az előállítókat, ugye ez a téli kiemelt ellenőrzéseknél a, főleg a húskészítményeket előállító létesítmények voltak. Itt a, a higiéniai apróbb hiányosságokon kívül nagy problémát nem találtunk, ami ö, problémás terület volt, az egyes vendéglátóhelyeknél a nyomon követhetőség ö, nem biztosítása volt. Ez azt jelenti, hogy ö, a egy vendéglátóegységben, ö, ugye ö, nem csak ö, Alapanyagok, hanem félkész termékek is vannak. Ez azt jelenti, hogy már a, mondjuk a vacsorára vagy az ebédre előkészülnek a konyhák, és vannak olyan félig elkészített ételek, amelyek épp a hűtőben várják azt, hogy majd valamilyen hőkezelésnek alávessék őket, ezeket is egy belső nyomon követéssel jelölni kell, különben bizonytalan terméknek számítanak, és, és ki kell vonni őket a forgalomból. Ez néhány helyen nem volt biztosított, de ezeken a helyeken is az ellenőrzésünk után már betartották a Különböző előírásokat. Itt folytatjuk, csak egy mellékszám, hogy olvastam a téli kiemelt célellenőrzéseknél, hogy a hatóság szakemberei több mint 21 ezer hazai és külföldi élelmiszertételt vizsgáltak meg, melyek 2%-át, mint egy 92 tonnát kellett kivonni a forgalomból. Itt én felkaptam a fejem, mert a 92 tonna az nagyon soknak tűnik, a 2% pedig nem tudom, hogy belefér -e. Minden Nyilván minden sok, az egy százalék, meg a fél százalék is sok, de ennek tükrében ön miként látja? ugye ez egy országos adat, ez egy országos adat valószínűleg, volt, mert azért Fejér megyében nincsenek ekkora mennyiségek, legalábbis a kivont termékek vonatkozásába. Én azt gondolom, hogy minden egyes probléma az probléma, annak nem szabadna, hogy bekövetkezzen. Ezért is vannak az ellenőrzések, és ezért is a kockázatbecslés alapján megyünk ellenőrizni. Ez azt jelenti, hogy különböző változók alapján azokat az egységeket ellenőrizzük, ahol akár probléma is lehet. Ez nálunk a téli, céli, téli, kiemelt ellenőrzésnél körülbelül 100 ellenőrzést jelentett, itt ebből 25 volt a zöldséggyümölcs, a többi pedig az egyéb élelmiszer ellenőrzés volt, és hat esetben egyéb élelmiszereknél, négy esetben pedig zöldséggyümölcs fronton tapasztaltak olyan súlyi problémát az ellenőrök, hogy ott szankciót kellett, és pénzügyi bírságot kellett, pénzbeli bírságot kellett kiszabni. Ugye érintettük már a fogyaszthatóságot, illetve a minőség megőrzési időt. Ez mennyire fontos ma a vásárlóknak, hiszen azért azt látjuk, hogy egyre nagyobb mennyiségű az áru, tehát mindenféle, és bár most ugye kijött az a kormányrendelet, hogy két nap, azt hiszem ugye két napos határidővel a lejárt szavatosságot azt majd fel kell ajánlani, de eddig ugye ez nem így volt. Erre külön figyelnek -e egy ellenőrzéskor. Hát egyrészt a forgalmazónak van egy olyan kötelezettsége, hogy lejárt fogyaszthatósági vagy lejárt minőségmegőrzési terméket nem forgalmazhat. Tehát a boltokban mi nem találkozhatunk olyan termékkel, aminek lejárt az ideje, hogy így mondjam, ugyanis a gyorsan romló élelmiszerek, Gondolni kell itt a húskészítményekre, vagy a tej-tej vagy a termékre, annak fogyaszthatósági ideje van, még a hosszan eltartható élelmiszereknek pedig minőségmegőrzési ideje van. Összességében azt el kell mondani, hogy egyik lejárati idő után sem forgalmazhatóak a termékek. Valószínűleg ennek a, a kormányzati intézkedésre azért volt szükség, hogy az élelmiszer pazarlás ellen tegyünk, és ez azt jelenti, hogy nehogy kidobják, mert ha lejár egy élelmiszernek a, a, az ideje, akkor az már nem forgalmazható, tehát az már hulladékként jelentkezett a forgalmazónál. Ezért, hogyha a két nappal előtte felajánlja, akkor az még a rászorulóknak eljuttatható. Tehát ez egy nagyon helyes irány a pazarlás megakadályozása érdekében. De azért arra oda kell figyelni, hogy mi is, nagyon oda, mi is tehetünk a pazarlás ellen, Egyrészt például nem halmozzuk föl az élelmiszereket, így mondjuk nem a mi hűtőnkbe jár le valamelyen élelmiszernek a fogyaszthatósági ideje, mert az elmondható, hogy lejárt fogyaszthatósági idejű terméket már ne fogyasszunk el, Viszont a minőség megőrzési idő, tehát az, aminek, azok a termékek, amelyeknek hosszabb a lejárati ideje, hogy a nevébe is benne van, a minőségét addig garantálja az előállító, viszont utána még néhány napig fogyasztható ez a termék biztonságosan, de lehet, hogy már nem abban a minőségben. Tehát lehetőleg fogyasszuk el azokat az élelmiszereket, amelyeket megvásárolunk, és figyeljünk mindig oda, hogy sem a hűtőbe, sem a kamrába ne maradjanak ott lejárat után élelmiszerek. Beszéljünk még a számladási kötelezettségről, hiszen az elmúlt időszakban ez gyakori panasz volt, hogy ezt elmulasztják a, a vendéglátóipar egységeknél általában. Hát az az igazság, hogy ezt nem a mi hatóságunk Igen, tudom vizsgálja. Amennyiben ilyet tapasztalunk, akkor ott a NAVnak nak áttesszük az ügyet, illetve értesítjük a, a társhatóságot erről. Vannak közös ellenőrzéseink is. Szoktak ezzel problémák mutatkozni, így Tehát van. Igen, tehát Székesfehérváron azért helyek közel minden rendben volt. Egy kicsit menjünk a Velencei tóra, bár tudom, hogy a szezon elmaradt, de azért ez számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy a gárdony velence illetve a Velencei tó térsége, illetve a többi kiemelt ilyen hely az miként vizsgázott ebben az évben. Természetesen a nyár az idén sem maradt el, így a, a szezonálisan nyitva levő vendéglátóegységek idén is kinyitottak, bár jóval kisebb számban, és hát ott van a Velencei tó környékén egész évben nyitva levő vendéglátóhelyek is, amelyek amikor engedélyük volt rá, akkor az első pillanatban kinyitottak. Én azt gondolom, hogy... A maga a járvány okozta gazdasági e, problémák e, nem mutatkoztak meg az élelmiszerbiztonságra e, fordított e, figyelemben, tehát az ellenőrzéseink e, jó eredménnyel e, végeztek, apró e, hiányosságok voltak, itt főleg e, nem a minden évben Régóta működő egységeknél jelentkeznek ezek a problémák, hanem olyan vállalkozások, amelyek frissen nyitottak, vagy, vagy csak arra a szezonra vesznek ki például egy büfét nem megfelelő háttérrel, vagy megfelelő végzettséggel. Ilyenkor szoktak előjönni olyan problémák, hogy például a szakosított hűtvetárolást nem tartják be, vagy az ételkészítésnél problémák adódhatnak. Nos, egy kicsit menjünk el az állatbetegségek felé, hiszen az elmúlt időszakban alaposan megviselte az állattenyésztőket a különböző. Kezdjük az afrikai sertéspestissel, hiszen azt hiszem, hogy ez egy falsős történet. Hát igen, ugye Magyarországon afrikai sertéspestis járvány van a vaddisznok között. Hál' Istennek házi sertéseket ez a betegség még nem érinti, és az is nagy szerencse, hogy a vírus az embert nem betegíti meg, de mégis nagyon oda kell figyelnünk, mert gazdasági hátrányokat okoz, okozhat ez a vírus. Sajnos Fejér megyébe is kimutattuk már nyolc esetben a vírust vaddisznóból, ez hét elhullott vaddisznót jelent, egyet pedig kilőttek a vadászok, és úgy mutattuk ki a vírust. Nagy szerencsénk egyenlőre, hogy az M1-es fölött van jelen ez a vírus, tehát a megye nagy részét még nem érinti ez a megbetegedés. Két vadászatra jogosultnak a területe van jelenleg szigorúan korlátozott területként feltüntetve, megpróbáljuk a vadászok segítségével, állománygyérítéssel, a vaddisznó állományok gyérítésével a vírus terjedését visszaszorítani. Ebben szerencsénk van a, a földre az épített, illetve a természetes határvonalakkal is. Ugye az M1-es azzal, hogy kerítéssel le van zárva, egy ideig még visszatartja a, a vírust remélhetőleg. Madárinfluenza, elkerülhetetlen a kérdés, hiszen ez is megviselte a tenyésztőket. Így van, minden évben a madarak, vadmadarak vonulásával visszatér Magyarországra a madárinfluenza vírusa. Hál' Istennek Fejér megyét elkerülte egyenlőre a járvány, de folyamatosan figyelni kell, a vadmadarak mozognak, be kell tartani a, a zártan való etetés, itatást, illetve a, a, az alumanyag és az, az etetőanyag zártan tartását. Ez azért is fontos, mert megjött a hó, megjött a hideg, a vadmadarak egyre nehezebben találnak élelmet maguknak, így nagyobb eséllyel, hogyha nem megfelelően zártan történik a, a az etetőanyag tárolása, akkor berepülhetnek, és így a vírust terjeszthetik. No, hát végül én azt gondolom, hogy jó úton járunk, oda kell figyelni. Így Tehát éle élelmiszerbiztonságra, és hát itt vannak önök, akik ezt megteszik, és nyilván ez vonatkozik a vásárlókra is. Még egy dologról kell, hogy beszéljünk, hiszen az elmúlt esztendőben a hagyományokhoz hűen ismét megrendezték kulcson a kulcsi hatok emlékére az állatorvosi emléknapot átadták az elismeréseket, ugye beszámolót mi elkészítettük erről. Melyek voltak az ottani tanácskozás legfőbb pontjai, amelyek, amelyek talán hatnak a következő esztendőre erre az évre is? Hát nagy örömünkre ebben az évben, vagy hát 2021-ben meg tudtuk rendezni decemberben a Fehér megyei állatorvos napot kulcson, mert 2020-ban sajnos a Covid járvány ezt nem tette lehetővé. Nagy megtiszteltetés érte ezt a megyei napunkat, ugyanis a Magyarországos Állatorvos Egyesület, mint a legrégebbi állatorvosi szakmai szervezet nálunk tartotta éves szokásos közgyűlését. Tehát azt gondolom, hogy a kulcsi megemlékező napunk szinte már országos hírűvé vált ezzel is. Ott meghallgathattuk az rektorunk előadását, aki beszámolt arról, hogy miben próbál az egyetem is hozzájárulni ahhoz, hogy a haszonállattartásba, illetve az állami szférába. Több állatorvos kerüljön, az ő számukra egy ösztöndi került meghirdetésre. Ez azt jelenti, hogy aki elhatározza a hallgatók közül, hogy ő a haszonállattartásban vagy az állami, azaz az élelmiszerlánc biztonságban fog tevékenykedni, neki a úgymond kellemesebb vagy e, e, kevesebb pontszámmal is bejuthat az egyetemre, illetve e, az egyetemi oktatását fedezi a, a Marek Alapítvány. A kamara vezetőjeként nyilván üdvözölt ezt az intézkedést. E, mindenképpen a, a kamara vezetői is, illetve hát a, a hatóság vezetői is nagyon örültek ennek a, a lehetőségnek, amelyet a Marek Alapítvány biztosít. Nos, hát én ehhez a munkához kívánok sok erőt, egészséget. Én azt gondolom, hogy az idei esztendő bármíg itt van a nyakunkon az Omikron, de majd csak-csak majd elmúlik, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk ugyanebben az időpontban. Rövidesen köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!